Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás május 10-én. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai és tervei. Erre megadja a választ ez a felső kártya. Ez a halál jelképe. Természetesen lehet egy halál eset is az ő családjában vagy környezetében, viszont a kártyáknak szimbolikus jelentése van, és ez a kártya inkább azt tükrözi, hogy valamit véglegesen le akar zárni. Nem csak ez a kártya mutatja itt a halált, vagy valaminek a lezárását, hanem a napi kártya is erre utal. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzései, mi bepillantunk az ő érzelmi világába. A választ mutatja ez a kép. Minden a feje tetejére állt, és ő elveszíti a biztonság érzetét. Én így arra gondolnék, hogy ez a kettő kártya, ami halál esetre is utal, ez összefügg ezzel a koronavírussal, és ő úgy érzi, hogy emiatt minden a feje tetejére állt. A harmadik kérdés pedig az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ez a kulcs a biztonságot szimbolizálja. Tehát ti biztosak lehettek abban, hogy ő lezár valamit, ezzel a kulccsal bezárja ezt az ajtót, egyúttal kinyit valamit, ezzel a kulccsal nyitja ezt az ajtót, és ez szimbolizálja az ő nyitottságát. Ez a napi kártya nem csak a halál esetre utal, szimbolikusan valaminek a lezárására, hanem arra is, hogy egy barátság, egy régi barátság visszatér az életetekbe. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy ezt megrendeljétek nálam, mint egy személyes jóslás videón keresztül. A díjam 3500 forint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!